minden gamer életében van egy, van egy felemelkedés, amikor nagyon-nagyon prók vagyunk, és van egy hanyatlás, amikor elkezdünk lecsúszni azon a bizonyos létrán. Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, és az elkövetkezendő videókban arról fogok beszélni, hogy újra hogyan kerüljünk fel azokra a bizonyos létrákba. Szóval a félértés ne most nem arról fogunk beszélni, hogy mi kell ahhoz, hogy felmenjünk, a, arra bizonyos ranglista elejéhez, hanem hogy újra felmenjünk arra a bizonyos anglis elejéhez, és a kettőben lényeges uh, különbség van, mert aki már egyszer járt fönt annak a bizonyos anglistának az elején, annak nem megtanulni kell dolgokat, hanem bizonyos módon újra előhozni dolgokat, úgyhogy, úgyhogy e köré uh, fogom fókuszálni most a gondolatokat, fogunk uh, arról beszélni, hogy uh, mitől lehet az, hogy elmegy az a bizonyos pesgés, az adott játékban, és, és hogyan lehetne esetleg azt visszaszerezni, hogy mi is újra oda kerüljünk uh, arra a bizonyos ranglista elejére, és természetesen azért uh, ez egy személyes példa, és mert én is valamikor nagyon-nagyon jók voltam adott játékokban, vagy játékban, és és vezettem azokat a ranglistákat, és el, eljött egy időszak, amikor, ha bár nagyon élveztem azt a játékot, de nem volt meg a szikra, nem volt meg az a bizonyos pesgés, hogy hogy újra oda kerüljek arra a bizonyos uh, ranglista elejére, hogy újra vezessék a játékokat az a bizonyos szerveken, és, és igazából nem értettem, hogy, hogy mi, a, mi, az Istentől van ez, és hogy mi hiányzik, hiszen, hiszen megcsinálom azt, ami, ami kell, megcsinálom azt, ami szükség, a, a, ami, ami, amit megtanultam az adott játékokban, tehát minden, Uh, úgynevezett trükkömet bevetem, és igyekszem megcsinálni úgy, ahogy a legjobb kell, de mégse tudok kikötni ott azon a bizonyos első helyen, és, és a rohadt életben is pedig régen is ugyanezt csináltam, és ott, akkor kikötöttem azon a helyen, és, és most, a, most is azt csinálom, és nem kötök ki azon a helyen, és mi a jó Istentől lehet ez. És, és erről fogunk beszélni, megpróbálom ezt valahogy át uh, konvertálni így a gamerségbe, ségbe Uh, és el kell rájönni nektek, hogy napokban voltam egy uh, előadáson, ahol egy György nagyon jó példát hozott fel uh, arra, hogy hogy egyes, nevezzük most így, hogy egyes gamerek miért sikeresebbek uh, a, a, a többinél, és ezt a példát fogom most egy kicsit így körbejárni, és, és elmagyarázni, uh, legalábbis megpróbálom megértetni és átkonvertálni ezt egy ilyen gamer uh, hasonlatba. És, és ugye a dolog lényeg ott kezdődik, hogy hogy azért más ez, ezért egy ilyen második eséről beszélünk, hogy amit megadunk magunknak, mert, mert amikor elkezdünk játszani egy olyan játéknak, természetes, hogy tanulunk, természetes, hogy fejlődünk, és természetes, hogy a, a hogy a csúcspontjára érünk annak a dolognak, amit a legjobban tudunk csinálni egy idő után, és Viszont az már kevésbé természetes, hogy elkezdünk lemenni róla, pedig nem kéne, elkezdünk hanyatlani arról a bizonyos csúcspontról, pedig nem kéne, és folyamatosan ott kellene legyünk, és azoknak, akik például most jelenleg nincsenek ott, és szeretnék egy kicsit újra, szeretnék egy kicsit újra visszatalálni ahhoz a bizonyos játékhoz, akkor a, a, ő, azokról fogunk beszélni, és ugye azt hiszem, hogy egy, egyet egyetérthetünk abban, hogy, hogy uh, igazán sikeres játékosok, azok Kevesen vannak, így össze a világon. Tegyük fel mondjuk egy 100%-os bázis, kb. 3%-a az a, a gémereknek akik nagyon jók abban, amit csinálnak. És a, de mi van a többi 97 kel és mi van veled, aki lehet, hogy egyszer már ott voltál, és, és újra felszeretnél oda uh, kerülni, és, és mi, mi van ezekkel ők miért nem uh, tudnak oda kerülni a bizonyos ranglista élére, is, és. Az egészet, ez az űrgézem a bizonyos előadáson, ahol voltam, egy ilyen ajtós példával hozta fel, hogy tegyük fel, hogy van egy ajtó, és tudod, hogy az ajtónak a túloldalán ott van az a, az a bizonyos uh, siker, amit te szeretnél elérni ebben az adatjátékban, egyet nem tudsz még, hogy hogyan nyílik az az ajtó, és oda az a bizonyos ajtóhoz, és rángatod, és húzod, és, és egyszerűen csak nem nyílik. És nem tudod, hogy mi a jó Istentől nem nyílik és, tudod, hogy már egy páron átmentek azon a bizonyos ajtón, de neked mégse sikerül kinyitni. Ilyenkor két eset szokott történni, tehát a két fajta ember van ebből a szempontból. Az egyik az, aki nem adja fel, és addig megy, amíg meg nem találja, hogy hogyan kell kinyitni azt a bizonyos ajtót. A másik pedig megalakítja az a kurva ajtó nem nyílik klubot. És egész nap arról beszélgetnek, és másokat hibáztatnak, hogy miért nem nyílik ki az a rohadt ajtó. És, és azt hiszem most azért értitek, hogy miről beszélek, szóval az első lényeg az ott, hogy a miért nem nyílik az a ajtó, nem más a hibás, hanem mi önmagunk vagyunk a hibások azért, és, és természetesen megvan a módja annak, hogy hogyan kell kinyitni az ajtót. Van, van olyan, hogy valaki jön az életünkbe, és megmondja, hogy figyelj, az ajtó így nyílik ki, de te magadnak kell belépned rajta, és ott a másik gáz, amiért például van ez, hogy elkezdünk le az az ajtó, hanem az, hogy, hogy elkezdünk levenni a bizonyos hangosan azt, hogy ezt az ajtót, ha bár tudjuk, hogy hogy kell már kinyitni, mégsem lépünk be rajta. Úgyhogy, hogyha az a fajta játékos vagy, aki tudja, hogy hogy kell kinyitni az ajtót, de mégsem lép be rajta, akkor ott valami sürgősen változtatni kell. És, de ha az a gamer vagy, aki szeretne belépni az ajtón, de nem tudja, hogy hogy kell, akkor akkor ime egy módszer arra. Szóval az első videóban arról, fogunk, arról fogom további részben mondani, hogy mi az az első módszer, hogy azon a bizonyos ajtón belép, hogy be, abba a 3%-ba. Szóval mondani azt, hogy igyekszem adni egy kulcsot, de akkor is te magadnak kell belépned azon a bizonyos ajtón és eldöntened, hogy, hogy akarsz-e hozzátartozni az a bizonyos 3%-hoz, akik a legjobbak abban, amit csinálnak. Nos, az első lépés pedig azoknak, akik, azoknak kivételesen, akik újak egy adott egy adott játékban, akkor soha, de soha ne felejtsétek el, hogy ahhoz, hogy valamiben nagyon jók legyünk, ahhoz egyetlen egy dolog szükségteltetik, a magunkban való befektetés. Hogy mit értek ez alatt, az az, hogy tanuljunk. És, és azt kell mondjam, hogy, hogy minél többet tanulsz, minél többet tanulmányozol, és minél többet csinálod azt a dolgot, egy idő után elkezd megtörténni. Szóval meg fog történni az, amit szeretnél. De az egyetlen dolog, ami át fog vezetni azon a bizonyos uh, ajtón, az az, hogyha megtanulod és csinálod. Ha nem, ha ezekbe egy csöpnyi dolgot nem csinálsz, akkor, akkor soha nem fogsz belépni az a bizonyos ajtó, és mindig ott fogsz, ott rohanni abban a bizonyos klubban, és arról fogsz beszélgetni és hibáztatni mindenkit, hogy miért nem nyílik ki ez a kurva ajtó, pedig lehet, hogy már megmondták, hogy hol nyílik az az ajtó, és hogy nyílik az az ajtó, és, és, valójában lehet, hogy döbesz, hogy már nem is akarsz átmenni azon az ajtón. Szóval, hogyha jó akarsz lenni valamiben, fektes magadba. Fektes magadba, mert te vagy az egyetlen dolog, ami sikeressé tehet téged. Te önmagad vagy. Azoknak, akik pedig már voltak annak a bizonyos ajtónak a túloldalán, és, és hanyatlanak le, de szeretnének újra egy kicsit ott lenni a toppon, azoknak ismerik azt a mondást, hogy, hogy mondják, hogy á, ő azért sikeres, mert nagyon-nagyon tapasztalata van abban az adott játékban. Nem, valójában nincs tapasztalata az játék. Valójában egy év tapasztalata van abban a játékban, és tíz, év, tíz évig ismételgette azt. Értitek, amit mondok? És arra akarom ráfókuszálni a gondolataitokat, hogy van következő, van következő szint. Tehát nem az van, hogy egy év tapasztalata, mert a legtöbb ember, és ez tény, a legtöbb ember, ha egy új munkába kezd, vagy egy új játékot kezdesz el játszani, egy évig tanul, egy év alatt eléri a csúcspontját a tanulásaiban, és akkor kezdődik meg az, amikor az adott dolog könnyűvé válik, és, és, tapasztalatból tudja csinálni az egész a dolgokat. Mindezt egy év alatt el tudjuk érni. És ugye, hogyan tartható meg a siker? Hát megismételjük minden évben azt, amit megtanultunk. Csak ám bizony ez nem elég van egy következő szint, és mindig van egy következő szint, és hogyha igazán sikeresek akarunk lenni, akkor folyamatosan tanulnunk kell, és folyamatosan el kell érnünk azt a bizonyos következő szintet, és igen, ez ki fog mozni, ehhez ki kell mozdulnod abból a bizonyos komfortzónából, ha ezt nem teszed meg magadért, akkor már is elbuktál mindent. És higgyétek el nekem, hogy igazából nagyon jó kint járkálni abból, abból a bizonyos uh, komfortzónából, mert újra elkezded érezni azt, hogy milyen, amikor így, mint a gyerek, és így rácsodálkozik az egész világra, és miért voltál eddig ilyen becsukott szemmel. Úgyhogy azoknak, akik már voltak a csúcson hanyatlanul, de szeretnének-e visszamenni, akkor ott van egy ilyen next level shit, és az egy éves tapasztalatot két éves tapasztalatra kellene emelni, hogy hogyan fogjuk ezt megcsinálni, azt a következő videókban fogom elmondani, de most egyelőre ez elég lesz, úgyhogy remélem tetszett a videó, remélem tetszett a koncepció, ha igen, akkor iratkozzatok föl, like, subscribe, tudjátok a szokásos dolgok, úgyhogy ja, hát várlak titeket a következő videóban.